Azonnal nézz utána. Igen. Igen. Köszönöm, ez az. Rendben, megérdemelni. Hé, főnök, nem találtuk meg a López ügy gyanúsítottját, pedig mindent megtettünk. Akkor folytassátok a gyomozást, meg kell találni. Nem, adom. Mi az ábra, fiú? Na, csak a nyúlszívük ember személyesen. Mi az? Kilőtted az etető széket? A boncolási jelentés. Egyébként a kokain sokkal finomabb. Nagyon vicces. Ja, a főnök megtiltotta, hogy a szexvonalat hívt. Mr. Gyöngyi baba, itt rossz helyen keres spirituális felvilágosítást. Kolhad nagy vagyok. Megbíztak az ügyjel. Megkértek, nézzem át az aktákat. Jelenlétemet ne vegye tolakodásnak. Igen, hallottam magáról, de későbbre vártam. Ezelőtt New Yorkban dolgozott a DeMarco ügyön? Igen, uram. Ez itt nem New York, és nincs DeMarco gyilkosság. Nálunk a csapatmunka a legfontosabb. Nálunk a munka azt jelenti, hogy minél előbb felderítsem az ügyet. Nem érdekel, ki kapja az elismerést. Nagyszerű. Erről ennyit. A pasast családbarátnak hívjuk. Eddig 6 családdal végzett. Mindegyik rituális gyilkosság volt. Találtak összefüggést a meggyilkolt áldozatok között? Semmit azon kívül, hogy katolikus volt. Talán ezzel magyarázható a kereszthalál. Jim, további 2 áldozat. Nos, újabb hullák. Maga mázlista. Menjünk. Itt a központ. A mentőhelikopter már úton van. Engedjen oda, kérem. Ez más, mint a többi. Igen, most először gyilkolt motelban. Az összes többi esetben otthonukban végzett az áldozatukkal. Általában előbb azonosítjuk a holttesteket, utána következik a rutin eljárás. Ez az eset komolyabb a többinél. Itt másról van szó. Szóval maga nős vagy mi? De ezt utálom egy új társban. Mindig a magánéletemben vájkálna. Nem beszélhetnék másról? Rendben. Tekintse úgy, mintha meg se kérdeztem volna. Jó. Na szóval nős vagy mi? Nem, nem nősültem meg. Ha egy zsaru házasságra adja a fejét, egy ujjal sem nyúlhat a feleségéhez. A gyerekei hülyének nézik, még a kutyája sem fogad szót neki. Minden egyszer figyelem. Egy fiatal férfi kuszokat tart fogva a szentedmény iskolában. Feltehetően öngyilkossági szándékkal. Vettem, oda megyünk. Most meg mit csinál, haver? Itt vagyunk az iskolánál. Mi nem az öngyilkosságiak vagyunk, hanem a gyilkosságiak. Ha egy féleszű leugrik a 10. emeletről, az a magánügye. Ha valaki lelöki onnan, akkor az én dolgom. Halál és halál között nincs különbség. Nem volna igazságos különbséget tenni halott, haldokló, öngyilkosságot. Jó, megdumált, menjünk. Gyorsan, ennyi? Siessetek! Gyorsan. Gyerünk, mozgás! Gyorsabban, ennyi? Gyerekek, ennyi? Siessetek! Kolhad nagy, ők embernyomozó. Mi történt? A fiú Johnny Deverellnek hívják. Végzős. Pisztoly van nála. Fogva tartja az egész osztály. Milyen kedves? És mit akar? Nem tudom. Állítólag a barátnője szakított vele. Ő is bent van. Volt már összeütközése a hatóságokkal? Letartóztatták narkóért. Pszichoterápiára is járt. Úgy tűnik, rossz orvost választott. Hm? Őrizzék meg a nyugalmukat, és hagyják el az épületet. Na, ez most nem az én asztalom. Ugyan, csak egy szerelmes kölyök. Fegyveres szerelmes kölyök. Különben miért jött a kommandó? Mert jól áll neki a fekete. Szükségem lesz rádiótelefonra, intézkedjen. Johnny! Johnny, kérlek, hagyd abba! Fogd be! Ez most semmi kedvem! Johnny, tedd le azt a pisztolyt! Kérlek! Kus legyen! Ne csináld ezt, kérlek! Hagyd abba! Johnny! Itt kolnyomozó beszél. Azért jöttem, hogy segítsek, nem akarlak bántani. Sürgősen beszélnünk kell, mielőtt a fekete ruhások ide érnek. Nem akarom, hogy belehallgassanak. Nem szeretném, ha bajon esni. Lépj az ablakhoz és nézz ki. Látni fogod, hogy nincs nálam fegyver. Senki sem mozduljon! Menj közelebb. Most nézz ki az ablakon és látni fogsz.
Sajnálom, Jory. Tedd le a pisztolyt. Nem akarlak lelőni, nem kell meghalnod. És ha igen? Dobd el a fegyvert. Gyerünk. Milyen anyagom vagy? Nem merészel úgy beszélni velem, mint a halerod volnék. Azt akarod, hogy mindenki szét lője! Erre haladjanak! Sietsél! Igazad van, nem ismer. Ezért most leteszem a pisztolyom. Akkor kezdjük előről. Mondd el, mi a baj? Te ezt nem értheted meg. Soha többé nem mehetek vissza hozzád, nem érted? Nem megyek. Nem. Kihez? A senkinek sem mondhatom el. Én nem mehetek vissza hozzá. Kihez? Nem. Nem lehet. Szeretlek, Johnny! Én is szeretlek. Ó, hát még én, Johnny. Jó, kismálom. Higgadj le, fiam! Vigyázz a fejre! Nyugalom! Nyugalom! Mindketten tudjuk, hogy a komandósok megölték volna. Ebben biztos vagyok. Maga még nem szabadúszó, érti? Ó, nem. És ez itt nem New York. Ó, nem? Frank Devereux. Tipikus eset. Mindig a gazdag kölykökkel van szűr. Megmondaná, hol találom Cole nyomozót? Ott van, annál a kocsinál. Köszönöm. Cole nyomozó? Igen, uram. Szeretném szívből megköszönni magának, amiért nem hagyta, hogy nevelfiam eldobja magától az életet. Maga ritka, őszinte, tisztességes embernek tűnik. Hálás vagyok azért, hogy személyesen megkeresett, kedves anyám. Ha tehetek önért valamit, ne felejts el, hogy rám bármilyen helyzetben mindig számíthat. Maga lesz az első a listámon. Ideje mennünk. Jó a kabátja. Kornyomozó, beszélhetnénk? Kis elfoglalt vagyok. Nagyon rövid leszek. Mr. Devereux kért, hogy beszéljek magával. Johnny ügyére. Aha. Miről van szó? Mr. Devereux szerint az öntanúvallomása segítene abban, hogy Johnnyt felmentsék a vád alól pillanatnyi elmezavar miatt. Van egy kis gond, ugyanis én őt nem tartom elmebetegnek, másodszor pedig ellentétben másokkal nem szokásom hamis tanúvallomást tenni. Nézze, nyomozó úr! Johnny nehéz időszakon ment keresztül az elmúlt hónapokban. Így inkább orvosra van szüksége, nem börtönre. Aha. Nos, Mr. Devereux, mint azt tudja, igen befolyásos ember. Nagy hatalma van, és megteheti, hogy kerékbe tör egy karriert. Mondja csak, mi a maga beosztása nála? Én vagyok a biztonsági főnök. Ó, maga aztán jól átvert, azt hittem az ügyvédje. Ez esetben szeretném, ha átadna neki egy üzenetet. Mondja meg a seggfej főnökének, hogy soha nem erészeljen megfenyegetni. Megértettem. Továbbítom az üzenetét. És most tűnjön a szemem elől, ha jót akar. Meg ne lássam itt. Van még valami nyugtalanító a modellbeli áldozattal kapcsolatban, amiről tudniuk kell. Azon kívül, hogy agyonlőtték és keresztbe feszítették, csak nem volt kócos a haja. Kiderült, hogy csak néhány hónapja volt hátra. Hogy? Előre haladott oszteoszarkómája volt, és fibriózisa. Fordítsa le, vagy fejbevágom egy szótárral. Ez a csontrák egy igen ritka formája. Áttétek voltak szinte az összes szervén. És mi okozza? Mi vagyok én? Rendi a zseni? Majd a vizsgálatokból kiderül. Azonosították az új lenyomatokat? Szerintem nem Los Angeles-i. Egyetértek. Sőt, szerintem nem is amerikai. Azt hiszem, orosz lehetett. Várjunk csak. Itt Rendi a zseni, és nem maga. A haj. Az arccsont. Az arc felépítéséből ítélve orosz. Talán grúz. Ezt ránézésből állapította meg? Most jön az, hogy vízöntő, és kedveli a countryt. Volt. Vízöntő volt, ugyanis a lelke kiszállt a testéből. Amit most itt látunk, az csak egy lerobbant női test. Lerobbant női test? Van még netán valami érdekes megjegyzése a testét illetően? Elég jó melle van. Pontosan, ahogy mondja Lao Tse, de túlságosan is jó. Oh.
Nos, nyomozó úr, keresse meg a számát. Rendben. Attól tartok, kolnyomozó nem hajlandó velünk együttműködni. Ez a baj az új zsarukkal. Nem tudják, ki diktálja a feltételeket. Szívesen megleckéztetem. Nem. Jobb, ha ráállítom az oroszokat. Itt az ideje, hogy megdolgozzanak a pénzükért. Szóval, minden a terv szerint halad? Igen. Ugye nem szivárgott ki semmi? Az ügyet titkosan kezelik. Remélem, senki nem tud róla. Helyes. Remek példát statuáltunk, nem igaz? És miért jött ide? Keveselte a pszichopatákat? Nem jöttem ki a főnökömmel, és változatosságra vágytam. A volt nejem is ide költözött a gyerekekkel. Sifu, ihoma. Ahogy mondja, a virágért se hagyják abba, ping-pong. Sisina. Csinyomcsá. Köszönöm, nem kérek. Annyira azért még nem vagyunk jóban. Csak teával kínálja, nagyon egészséges. A szarvasagancstája jót tesz a férfiasságnak. Kösz, de én férfiasan tökéletes vagyok. Na jó, adjon egy kortyot. Ez a kedvenc filmem. Észrevette, hogy fekete vagyok? Nekem teljesen kínai, amit mond. Ettől a filmtől mindig meghatódik. Könyvfakasztó történet, az biztos. Úgy értem, nem mintha is írós volnék, vagy ilyesmi. Csak arról van szó, hogy egy-két szomorú jelenettől még nem törik el a mécses. A sírás jótékonyan hat, megtisztítja a beteg lelket. Ez most magára fér le. A tisztító hatást elérem, ha égyomor a korpát eszem. Köszönöm. Itt nem árulnak korpát. A francba, ez nem igaz. Allergiás vagyok a tömjére. A ellenszer. Leeladós vápogarak. Pályát tévesztettem. Gazdag lehetnék ezzel a melóval. Tegyen ebből egy pár cseppet a nyelve alá, csillapítja az allergiát, azonnal hat. Ez rohadt keserű. Keserű? Ugyan egyáltalán nem az. Mi ez? Ez csak egy kis szarvasimbe szőpor. A felébe! Meg aztán marha vicces volt. Rohadt jó vicc volt. A micsoda Isten verte kusztustalanság. Látj! Miért hordja azt a nyakláncot? Erre gondol? Igen. Az a neve, hogy Mála, ez egy igazi tibeti imalánc. És mire használja? A lánc megnyugtatja az elmémet, és pozitív gondolkodásra ösztönöz. Nekem a whisky is jó. Látja, mindketten egy irányba haladunk, csak különböző utakat veszünk igénybe. De én nem lógatok Barbie gyöngyöket a nyakamban. Igen, mert különben elveszíteni az állását. Roller 4 a King 63-on. Telefonált egy férfi, hogy információja van a családbarától. A déli kikötőnél várja magukat. Itt King 63-as. Indulunk. Nézze csak, azt a kocsit fel akarják törni. Az a helyzet, hogy vár az informátor, erre most nincs. De hiszen zsaruk vagyunk, az a dolgunk, hogy elkapjuk a bűnözőket. Nézze, akkor jobb volna, ha Superman gúnyába bújna, és egyik büntény helyszínéről a másikra repkedne. Rendőrség! Ettől aztán marhára befötszelek, amikor egy rakás ilyen kretén szemétládába botlok, akiknek több haja van, mint nekem. És most megfordulni ezeket a kocsira, mielőtt vérszemet kapok és belenyesek a sérótokba. Nyasgem, disznó. Tényleg azt mondtad, nyasgem? Ezt nem értem. Mi vagyunk a zsaruk, nálunk van a fegyver. Nekik csak csavarhúzójuk van. Ez azt jelenti, hogy a csavarhúzó párbajra hívja a pisztolyt. A disznó. Elavult kifejezés. Feltételezem, hogy külföldiek. Gondolom, egy távoli országból jöttek. Fegyvert letenni. Kérem. Ez itt rendőrségi ügy, ne vadkozzanak bele. Tegyék le. Azt hiszem, a nehezebb utat kell választanunk. Én nem szoktam berekedni. Mire célzol ezzel? A legjobb időt választottad. Ereszkedjenek térdet, gyerünk.
Csípi magát, ez megnyugtató. Ha meghív moziba és vacsorázni. Kakoj grubián, dají múrok. Zdjela! Barátja jobban szereti a körülményes megoldásokat, és maga hogy szereti? Tudja, a barátom a country zenét szereti. Én inkább rocker vagyok. Mit akar ezzel mondani? Csak egy hasonlat volt. Mit akarnak? Magát. Holtan. Miért? Mert jó pénz jár magáért. Nos, mit szólna, ha megdupláznám? Maga tökös srác. Kétlem, hogy valaha lenne annyi pénze. Téved. Több ezer dollár lapul a zsebemben. Most szépen lassan hátra nyúlok a hátsó zsebembe, és kiveszem a tárcámat. Választhat készpénzzel, vagy hitelkártyával fizesse. Kártyával! Oh, yes. It's rock and roll. Mintha azt mondta volna, hogy nem tud bunyózni. Nem az a kérdés, tudok-e vagy sem. Nem szabad verekednem, tiltja a vallásom. Az kóser. Buddhista vagyok. Még jobb, a kungfu papja. Ki küldött ide? Az orosz maffia. Zaj, vedd el! Hadd beszéljek vele. Tud oroszul? Csak egy picit. Beszélj, de rohadt szemét, különben a szart is kivered belőled, te barom! Hát, ez perfekt orosz. Igen, fekete orosz. Közölje vele a jogait annak ellenére, hogy egy kicsit kiütötte magát. Úgy is tudja. Hívja vissza az ilyen. Rendben. Parancsnok, ritka furcsa alak ez a kol. Mutasson egy zsarut, amelyik nem az. Nem arról van szó, hogy női necharistjában rohangál. Úgy beszél kínaiul, mintha ott nőtt volna fel. Paphacukában jár. És tegnap este úgy elintézte az oroszokat, hogy Bruce Lee is belesárgult volna. Úgy vagdosott a hitelkártyájával, mint egy ginszukéssel. Hol a fenébe tanítanak ilyesmit? Nem tudom. Talán a hadseregben. Mit vár tőlem? Ellenőrizzem? Nincs időm erre. A munkatársa, és kész. A munkatársa. Mit jelenthet ez? Bűnhődés és megtisztulás. Meggyőződés, hogy segít az embereken, ha mártírt farag belőlük. Csak hogy ez egyre kevésbé nyújt számára elégtételt, ezért egyre gyakrabban gyilkol. Addig csinálja, míg el nem kapják, vagy meg nem ölik. De nem az ördög parancsára cselekszik. Úgy véli, Isten őt választotta ki. Fejlődik, Lao-tse. Különleges egység, Campbell. Igen. Értem. Két újabb hulla. Hé, hey, várjon! Elnézést, uram, várjon! Később visszajövünk. Kérem! Ez! Erre parancsolja! Na, az Isten szerelmére, vigyék el ezt a zöld fülűt!
Andrew Dunwoody, pszichiáter, és a felesége Ellen. Két gyermekük van, eddig nem sikerült megtalálnunk őket. Kiskorú. Igen, Roden, hagyjuk az övegelést. Minden rendben, Jack. Egy dolog biztos, soha nem szabad elveszíteni a fejedet. Jim, volna egy percet? Persze. Vigyázz, kölcsön akar kérni, rá van írva. Szeretnék mutatni valamit. Miről van szó? Találtunk egy új lenyomatot a Dunwoody házban, a nő testén. Ó, ez gyönyörű. Már itt volt az ideje, azonosítsátok. Megtettük. Coley. A bátyád a hírszerzésnél dolgozik? Igen. Minden adatra szükségünk van Corról. Rendben. Persze titokban. Jó. A kikérdezéseket a környék további 4 utcájában folytatjuk. Ki kell deríteni, mi kötötte össze az áldozatokat. Hol vásároltak, melyik szervizbe jártak, hol hívatták elő fényképeiket. A legapróbb részlet is fontos. Készítsen másolatot a bizonyítékként szereplő képeken látható vérfestményekről, és csatolja a többihez. Küldje el őket az országban lévő összes börtönbe. Talán ráismernek a betegre. Nem tudom, de azon a véleményen vagyok, hogy aki ilyen művet készít, az nem valószínű, hogy egyhamar elfelejti a pszichiáter, a raptársa, vagy adott esetben a pap sem. Helyes. Azt hiszem, tudják, mi a dolguk. Indulás! Igen, hogyne, persze, hogy megértem. Én akkor igyekszem, hogy minél előbb odaérjek. Köszönöm. Szia, korábban végeztél. Mi újság? Van egy új betegem, és azt hiszem, hogy nincs sok ideje hátra, úgyhogy... Jack, mi a baj? Újabb gyilkosság történt. Ugyanaz a tettes? Igen. Sajnálom, Jack. Tegnap megölte Ellent is a férjét. Micsoda? Közölnöm kell a gyerekeimmel, hogy az anyjuk meghalt. Uramisten, ez szörnyű. Ez személyes bosszú ellenem. A Westlake Security-t kérem. Jó estét. Kérem, mondja meg Mr. Smithnek, hogy Mr. Jones szeretne vele kapcsolatba lépni. Sürgősen. Azt hiszem, adódott egy probléma. Nos, ki vele, fiam? Mr. Jones találkozni akar magával. Igaz? Vajon miért várt ilyen sokáig? Hogy intézkedjek, uram? Ne tegyen sem. Részemről el van intézve. Mi ugyanis nagyobb halakra vadászunk. Ahogy gondolja, uram. Tíz ötlet arra, hogyan töltsük el hétvégénket. Erősen fog. Mozgás! Gyerünk már! Mindössze ennyit tudunk Corról. Nézzük csak.
New Yorki rendőrség, gyilkossági csoport, a különleges egység parancsnoka a DeMarco sorozatgyilkosság alatt. Jó zsarunak számít. Mikor megtalálta DeMarco gyilkosát, üldözőbe vette, majd lelőtte. Ráverték, hogy törvénytelenül használta a fegyverét. Két kávét kérek, 4 cukorral. Én nem kérek kávét. Én iszom 2. Van még valami? Semmit sem találtunk a hadi aktákban. Azt sem tudjuk, honnan került a New York-i rendőrséghez. A semmiből bukkant elő. Ezek szerint az égvilágon semmit sem tudunk róla. Ja igen, egyet biztosan tudunk. A Danny Vinnie az ex-felesége. A szarházi. Atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek. Mondanéki Tamás. Uram, nem tudjuk, hová mégy. Mondta Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Miért nem mondta el, hogy a felesége volt? Akkor elvették volna tőlem az ügyet. Azért nekem szólhatott volna. Nem akartam. Azonosítottuk az áldozatokat. Eugene és Sonja Roslov. Ahogy mondta, oroszok voltak. Volt valami kapcsolatuk a többihez? Nem. És nem voltak katolikusok. Ez a feltevés is ugrott. Mi jön ezután? Ez teljesen üres. Ennyit tudunk magáról. A múltja csupa-csupa kérdőjel. Ki maga Jack? Sajnálom, de nem mondhatom meg. Azt viszont remélem elmondja, hogy került oda az új lenyomata. Nos... Elvégre a feleségem volt, és gyakran látogatom a gyerekeimet. Az új lenyomat a testén volt. Oda tették. Igen, persze. A macskámnak meg szárnya van, és borotválkozik. Mivel akar megetetni? Csak annyit tudok mondani, hogy nem voltam mindig zsaru. Maga egy igen rejtélyes állatfajta. Egy átkozott részlet sem derült ki a múltjáról. És az egyetlen bizonyíték a maga ellen szól. Ez nem nyugtalanítja? Nyugtalannak lát. Én izgulnék a helyében. Halló, Lentos? Nem, sajnálom, de ma zárva vagyunk. Nem. Zárt körű ebédet tartunk. Elnézést. Pillanatnyilag nem tehetek semmit. Ide figyeljen, azt próbálom magának elmondani, bocsánat, hogy a mai napon zárva vagyunk, de holnap már nyitva leszünk, így ha asztalt óhajt foglalni, holnaptól lehet, elnézést. Mi van seggfej? Nem lát a szemétől, ha nem tudná, zárva vagyunk. Ha nem tudná maga, egy sokat kumál. Hogyne, jöjjön csak, köszönjük a foglalását. Ez egyszerűen hihetetlen. Mit keresel te itt? Mit akarsz, he? Fordulj meg szépen, és távozz innen feltűnés nélkül! Ő saját gyártmányú. Soha nem hívsz, soha nem írsz. De ami még ennél is rosszabb, mindig letagadod magad. Ezért kénytelen voltam. Nézést kérek, szenátor úr, ne haragudjon. Igen. Még egyszer megkérlek, hogy húzd el innen azt a tenyérbe mászó nyálas lófarkincás képedet. Különben nagyon megbánod. Na gyerünk! Hol is hagytam abba? Szenátor úr, mint azt ön is látja, halaszthatatlan ügyben kell sürgősen intézkednem. Köszönöm a megértését, kedves öntől. Jacko, te régen is találkoztunk. Ezt a nevet használod most, ha nem tévedek. Pillanatnyilag. Parancsolsz egy kis harapnivalót? Remek, ízletes a konyhájuk ember a kiszolgálat. Mellőzd a mellébeszélést, nevek kellenek, tanácsadók nevei. Nem mondd, hogy tanácstalan vagy, ez nagyon meglepő. Szóval a sorozatgyilkosságokról van szó, minek minden részletéről. Igen, ez így van. Ördögi tettek. Őszinte részvétem, Jack. Ellen csodálatos asszony volt. Azt hiszem, az utolsó 2 gyilkosság profi műve volt. Nem egy sorozatgyilkosé. Nem tudom miért, de azt hiszem, hogy te nagyon jól tudod, ki lehet ez a profi. Hadd találjam ki. Kutatni kezdtek hézagos múltadban.
És te vagy az első számú gyanúsított. Nem, ez nem így van. Még mindig nincsenek tisztában a múltammal, de te viszont mindent tudsz rólam. Így gondolom, tisztában vagy azzal is, mit tennék, ha rákényszerítenél. Ó, igen. Jól tudom, mit tennél. Milyen ez a tanácsadó, akit keresel? Az a gyanúm, hogy az illető valószínűleg szabadúszó, aki úgy viszi véghez megbízásait, mint egy sorozatgyilkos, 22-est és a fejlövést kedveli. Miután végzett áldozataival díszsebeket ejt rajtuk, és eddig soha nem hagyott nyomot maga után. Nyitva tartom a szemem, és hegyezem a fülem. Attól tartok, ez most kevésnek bizonyul. Nos, van egy kis probléma, Jack, egy kicsi elfoglalt vagyok mostanság. Beidéztek tanúskodni a kongresszus elé. Ki akarják deríteni, milyen alapból finanszírozzuk működésünket. De mint hogy rólad van szó, megteszek minden tőlem telhetőt. A régi idők emlékére. Örülök, hogy láttalak, haver. Viszlát, haver. Ha még egyszer hozzám nyúlsz, kinyírlak. És semmilyen kínai varázsbalzsam nem fogja megmenteni az irhádat. Ne becsüld alá a kínai balzsamok erejét. Most van is egy ilyen krém a zsebemben, és garantálom, azonnal meggyógyítaná azt a sebet a homlokodon. Milyen sebet? Ezt a sebet! Parkolás ingyenes. Halló, tessék. Nem, nem, sajnálom, zárva vagyunk. Az étterem felújítás miatt zárva van, érdeklődjön 2 hónap múlva. Igen, köszönöm. Sötétben tapogatunk. Ennek itt semmi értelme. Semmi. Csak sötétben tapogatunk. Ezzel a módszerrel soha nem fogjátok megtalálni. Én várj egy kicsit. Vissza kell kezdeni az alapot. Kihallgattuk és nem semmi. Nem figyeltek rám. Az a munkátok, hogy nyomozzatok. Ez nem ilyen egyszerű. Hát hallgassatok, hogy még több ember. Egy telefonon keresem. Semmi. Még mindig nem értitek. Beszéljetek még több emberrel. Campbell. Nyomozó úr. Melanie Sardes vagyok. Igen? Azt hiszem, tudom, ki követte el a gyilkosságokat. Nyomozó úr, sajnálom, hogy nem hívtam önöket előbb, de nem tudom minden nap átnézni a postát, ennyi levelet képtelenség elolvasni. Kérem, korábban heti 2-szer művészetet tanítottam a börtönben. Megfázott netán? Nem, csak allergiás vagyok a tömjére. Hozhatok valamit? Köszönöm, nem. Szopogatok egy kis szarvaspéniszt, az jót tesz. Kínai szarvaspénisz, amit... Szóval a nyelv alá kell... Hol is tartottunk? Amint megláttam a rajzokat, ismerősnek tűntek. Főleg a glóriások. És amikor megláttam Tiziano festményét, rögtön beugrott. Ő volt a kedvenc tanítványom. Mindig az önkifejezést szorgalmazom, az őket ért érzelmi hatásokból kiindulva, a gondolataikba próbálok belelátni. Hogy életükben egyszer megleljék a pillanat örömét. Hey, azt a pillanatot, Melanie. Amely... Nincs sok időm, térjünk vissza a mába. Megtudhatnám a nevét. Christopher Maynard. Gyorsan kell lépni. Igen, ezt tudjuk mindannyian. Hol van a letartóztatási parancs? Egy perc, ha megtennék a lambó nyomozó. Hé, hey, Francis. Tessék, mi folyik? Nem hallottam? Nem tudok semmit. Leírásunk van a gyilkosról, névvel, címmel. Letartóztathatjuk. Hálásan köszönöm, hogy nekem is szóltak. Azt gondoltam, Campbell szólt. Igen, a kutatási részleget kérem. Ellenőrizze, hogy van-e katolikus templom a Báró utca 929-es számú ház környékén, legfeljebb 3 kilométeres körzetben.
Irgalmaz nekem, atyám, mert vétkeztem. Éreztem, hogy ma jön el a halálom napja. Christopher, nem helyén való, amit csinál. Itt a templomban. Egy pappa. Nem akarok többé senkit se bántani. Nem bántok senkit. Megengedi, hogy beszéljek a pappal? Nagyon szépen kérem, engedje meg. Hadd váltsak szót az atyával. Tudom, hogy nem akarja bántani. Atyám, kérem, jöjjön ide. Kérem. Meneküljön. A nyomomban vannak már? Igen, keresek. Honnan tudta, hogy itt megtalálhat? Nos, egyszerűen csak megtippeltem egy. Ez a templom közel van az utonához. Maga az újzsáró, aki az ügyön dolgozik, igaz? Úgy van, ahogy mondja. Honnan tudta ezt? Figyelemmel kísérem ezeket a dolgokat, a munkához tartozik. Akkor azt is tudja, hogy megölte a volt feleségemet, nem igaz? Kikérem magamnak, soha nem bántottam őt. Igazán. Én csak azt ölöm meg, akit kijelölnek számomra, akit meg kell ölnöm. Roszlomékat is. Dalli véget is. Maga végzett velük. Megkíméltek tőlük. Más bíztak meg a feladattal. Na és hogy hívják azt az embert? Ez túl fájdalmas a számomra, sajnálom, de most mentem kell. Hallgasson meg! Ott maradsz! Figyeljen! Oldozd fel, atyám, szörnyű bűnt követtem el. Bocsáss meg nekem, hogy már egy fél éve nem gyógytam. Christopher, kérem! Akkor segítsen nekem! Segítenie kell! Nem tudok segíteni! Az maga a pokol! Pokolra jutottam! Hallgasson meg! Nyugodjon meg! Ha most nem segít rajtam, akkor meg kell, hogy öljem! Nem hisz nekem? Egy! Isten házában vagyunk! Könyörgöm! Nem menjen! Három! Itt van Maynard pisztolya. Rendben. Most aztán nagy bajban vagy, gratulálok. Hogyan is nyerhetne egy örök vesztes? Én vagyok az utolsó, aki azt akarta, hogy így történjen. Nézd, alapos házkutatást végeztünk, és sok mindent találtunk. Szöges drótot, szegecseket. Biztos, hogy ő volt. Francba. Maga mi a fenét keres itt? Én csak arra gondoltam, hogy ha a pasos nincs otthon, talán itt találom a templomban. És ide jött, hogy megölj. Nem, uram, pisztolyt szegezett nekem, ő akart megölni engem. Nem tehettem mást. Valóban? A pap azt mondta, hogy maga elengedte, és hogy nyugodt volt. Most már soha nem tudjuk meg az igazságot, mint az Emarco esetnél New Yorkban. Maga egyedül érkezik, a gyanúsított meghal. Nézze, parancsnok úr, én nem hiszem, hogy... Fogja be a pofáját! Nem kellenek az efféle szabadúszó zsaruk. Azt akarom, hogy maga, és maga, vizsgálatra jelentkezzenek holnap reggel, és ne késsenek. Hová sietsz? Még csak most jön a hazugságvizsgáló. Mit mondtál el? Mindent. Az új lenyomatról, a zavaros múltadról. Nem hagytál más választást, Jack. Hiszen miért vagyunk mi barátok? Először felteszek néhány próbakérdést. Kérem, válaszoljon igennel a következő két kérdésre. Maga Jack Cole nyomozó? Igen. Megmászta már a Monteverestet? Igen. Jól van, kezdhetjük. 7 éve dolgozik a rendőrségnél? Igen. Tudja, hogy került az új lenyomata a holttestre? Nem. Elhallgat fontos információkat? Nem.
Maga lőtte le Christopher Maynardot? Igen. Önvédelemből tette? Igen. Maga ölte meg a volt feleségét? Nem. Gyilkolt meg valaha más ember? Igen. Civilként és nem rendőrként megölt bárkit is? Ennek a kérdésnek semmi köze a jelenlegi nyomozáshoz. Csak igennel vagy nemmel válaszolod. Csak ugyan? Ez a válaszom. Éj, ne roncsa tovább a helyzetét. Nos? Még sosem láttam ehhez hasonlót. Minden igaz, amit mondott. Nézze. Lehetséges, hogy átverte a gépet. Lehetséges ugyan, de ez azt jelenti, hogy tökéletes uralma van az érzelmei felett. Ritka, aki képes erre. Mondja, mit vár tőlem? Megtalálták az új lenyomatát. Ha hazugságvizsgálót is becsapta, a rajongói a markukba fognak röhögni. Pontosítson, milyen rajongóimról beszél, hiszen nagyon sokan vannak. Frank Devereux-ről beszélek. Aha. Mindenkinek magáról mesél. Kinek? Az ügyésznek. Oh. Elpanaszolta neki, hogy beleavatkozott a fia ügyébe, hogy kilökte az ablakon. Ez ugyanaz a Frank Devereux, aki szinte térden állva hálálkodott nekem azért, amiért nem lőttem agyon egyetlen fiát. Az emberek változnak. A belső ügyosztály vizsgálatot indított maga ellen. Egy időre felfüggesztem, amíg nem tisztázódik az ügy. Értem. Az az érzésem, maga tudja, hogy rám akarnak verni valamit. Ezt panaszolja el a Szent Láncának. Senki sem kockáztat többé maga miatt. Vádolják a volt felesége meggyilkolásával. Remélem megértett. Kérem a jelvényét és az igazolványát. Hamarosan letartóztatják. Nem emlékszem, melyikbe is vizelt az imént? Tetves rohadék! Parancsnok, keresett? Várjon, kérem. Christopher Maynard mindössze 2 hétig tartózkodott New Yorkban. Visszahívom. Bőven van alibije. Az utolsó 2 nem lehet az ő műve. Cole? Mit gondol? A gyerekeiért pereskedett. A felesége nem akarta, hogy látogassa őket. A DeMarco gyilkosságok 2 hónappal azután kezdődtek, hogy Cole a gyilkosságiakhoz került. 8 hónapja idejött, és rá 2 hónapra a városunkban gyilkolni kezd a családbarát. Hallgassuk meg őt is. Mi az, elment az esze? Ez a pasas fura alak, maga mondta. Bízzuk az ügyet a belső ügyosztályra, ezen dolgoznak. Jó van. Campbell, legyen óvatos. Veszélyes lehet. Jó.
nem örülnének Szonya Roszlovnak. A viselkedésedből ítélve történt valami? Cole. Mit keresett ott Cole? Nem hiszem, hogy bármit keresett volna, csak körülnézett egy kicsit. Nem talált bizonyítékot arra, hogy kapcsolatban voltál Roszlovékkal. Remélem is. A te érdekedben. Rég el kellett volna tüntetned a bizonyítékokat. A takarítás nem az én dolgom. No, Mr. Richard, I can't. She checked out of the hotel, but this note came just after you left. Richard, nem mehetek veled, és nem láthatlak soha többé. Nagyon szeretlek, kedvesem. Isten áldjon. Hello, mi újság? Hát te... Honnan a fenéből tudtad, hogy itt vagyok? Beszélnünk kell. Csak nem könnyeket hulladsz. Dehogy sírok, lásd. Csak tudod, a szemem olykor léket kap a sok ásítástól. Léket kap? Igen. Miért jöttél ide? Engedd meg. Jól vagyok. Mit akarsz? Beszélnem kell veled. Gyere, menjünk ki. Először is keresünk egy pszichopata sorozatgyilkost, aki több családdal végzett. Ezért elneveztük családbarát. De kell lennie még valakinek, aki meglehetősen veszélyes megbízásokat teljesít, ugyanis kijelölt célpontokat kell megölnie. Ezért nem csak a célpontokkal végez, hanem családjukkal is, mert így sokkal könnyebb elrejtőznie a családbarát átszámolott. És mi egy sorozatgyilkost keresünk. Holott ketten vannak, és csak az egyikük profi bérgyilkos. Miből gondolod, hogy profi? Mert tudom, hogy dolgozik egy profi. Ráadásul ezt találtam Szonya Roszlov házában. Ez egy retúr repülőjegy Moszkvába, amelynek teljes összegét a Deveröl művek fizette. Szerinted Frank Deveröl is benne van? É, igen, úgy van. Szonya Roszlov Deveröl tolmácsa volt, és ezek szerint, amikor Oroszországba utazott üzleti útra, magával vitte a nőt is tolmácsként. És a csempész volt? És mit csempészett? Mondjuk például vegyi fegyvereket. A berlini fal megszűnte óta virágzásnak indult a fekete piac. Ezért lehetett rákja. Ha megnézzük, ki uralja a vegyi fegyverek fekete piacát, kiderül, hogy az orosz maffia kezében van. Mint a múltkori támadóink. Pontosan. Mi közük van Dan Livieknek Deverölhöz? Még nem tudom, de úgy érzem, mi ketten kiderítjük. Remélem, tisztában vagy azzal, hogy az állásommal játszom. De valami azt súgja, hogy igazad van. Jók a megérzéseim. Jó van. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én szeretném végignézni a filmet. Nézhető a film. Nem láttad még a Casablancát? Azt feltételezed rólam, hogy nem láttam még a Casablancát? Miért láttad? Mi ez valami vicc még, hogy én nem láttam? Láttad, vagy nem láttad? Nem. Na, akkor gyere. És Danet természetesen túlélte a támadást, csak a büszkesége szenvedett csorbát. Senki sem gondolta, hogy Cole ilyen közel kerül. Jobban oda kéne figyelni a volt alkalmazottaira. Megjelenése nem volt előre látható, engem is meglepett. Ki ez a férfi? Nyilvánvaló, hogy nem csak zsarú. Jó katona volt. A West Pointon végzett. Vietnámban találtam rá. Felvettem az egyik különleges alakulatba, amit programnak hívtunk. Különböző megbízásokat teljesített. Például? Olyan kérdéseket tesz fel, amelyekre jobb, ha nem kap választ. Annyit mondhatok, hogy az ellenség... úgy ismerte őt, villám. A dzsungel sötétjében hirtelen villámlott. Majd beállt a halál. Miért nem dolgozik magánál? Kirúgták a programból 84-ben. Buddhista lett. A saját megbízásait kezdte teljesíteni. Sokszor hónapokra eltűnt. Végül Tájföldön kötött ki. Karénekesként egy templom. Azt mondják, egy pap mentette meg az életét. Sok történet kering a fickóról, már nem tudom, mit higgyek el. Mit csináljunk vele? Intézzék el.
Meg kell szabadulnunk mindenkitől, aki bármit is tud. Szó szerint mindenkitől. Johnny biztosan hallgat. Ezzel nem értek egyet. A pszichiáterének már köpött. Szegény fiú, túl sokat tud. Ez ilyen egyszerű. Azt teszi, amit én mondok. Akkor hadd fogalmazzak másként. Tudja, az akciónak 4 laza láncszeme van. A 2 zsaru, maga és a kölyök. Ebből 3-nak meg kell halni. Maga dönthet, kik legyenek. Magának kell megtennie. Frank, én elintézem Johnny. De mi lesz Campbell-el és Cole-lal? Azonnal rájuk állítom Donald-et. Ez a beszéd. 21-et. Isteni a víz. Cole? Én. Miller és Russo, belső ügyosztály. Letartóztatási parancsunk van. Adunk magának egy pár percet, hogy összeszedje a holmiát. Nem, ez nem szükséges. Már is mehet. Thank you.
Rég volt ilyen hideg tél Los Angelesben. És ilyen esős. Vira buta egy maffina. Слишком умные для мертвого человека. Szóval nálad is jártak. Nem, ezeket egy tűz utáni árverésen vettem. Ez azt jelenti, hogy már nagyon közel vagyunk. Úgy látod, izgat a dolog? Azt ajánlom, izgasson, mert addig nem nyugszanak, míg el nem kapnak minket. Ó, hiszen ez elnézés, de csak nem. Szarvas agancs teja. Hé, tedd le! Add ide! Ha, nagyon akarod tudni, ingyenes minta volt. Ez az egész láda csak minta? Ne turkálj a holmimban! Megragadnám a pillanatot. Elmondja, mennyire megindító ez számomra. Na, hát nekem kevésbé az. Találtam valamit a volt feleséged telefonszámláján. Valaki hatszor felhívta a lakást a gyilkosság estéjén. Tehát hatszor hívta, és minden egyes hívás 10-15 másodpercig tartott. És megvan a hívó száma. Nekem adod ezeket a CD-ket, azt hiszem, még hasznukat tudnám venni. Megvan, menjünk. Kérdezhetek valamit? Te tényleg ebben a patkányukban tengődtél? Adjál, menjünk már. És ha mégis ez a mi emberünk? Óvatosak leszünk. Igen. Mi van? Rendőrség! Cole nyomozó vagyok, ő pedig Campbell nyomozó, a Los Angeles-i rendőrségtől. Feltennék önnek néhány kérdést az ügyben, hogy többször is telefonál Dr. Dalivinek. Maga úgy néz ki, mint aki egy égőházból menek. Igazán? De higgyel, nem attól van ilyen jó színe. Ezt valóban nekem szemlesztek, de ez a lányom telefonja. Mi már találkoztunk, igaz? Igen, találkoztunk. Maga lökte ki a barátomat az ablakon. Aha. A gimi ablakán. Most már emlékszem. Ha nem tévedek, te vagy John Devereux barátnője. És? Nos, én azt szeretném megtudni, hogy pontosan mióta ismered Dr. Dalivit. Én nem ismerek semmilyen Dalivit. Felhívtad, amikor megölték. Igen, de nem én hívtam fel, nekem nincs pszichiáterem. Nem mondtuk, hogy pszichiáter. Hát jó. Igen, ismertem. De nem én telefonáltam. Akkor vajon ki volt? Talán Johnny. Miután letartóztatták narkóért, pszichiáterhez járt. És Dunleavy volt a pszichiátere. Milli, hadd mondjak neked valamit. A játéknak vége. Szeretném, ha szépen elmondanád nekem. Miért telefonált hatszor az orvosának Johnny ebben a szobában? Mert félt otthonról telefonálni. Miért? A mostoha apja miatt.
Ő tudott a piszkos ügyeiről, és fél tőle. Meg tudnád mondani most, hol találjuk meg Johnny-t? A mostohapja bezáratta a mi asszonyunk kórházba. Beverről szerinted megölni a nevelt fiát? Nem. Igazad van. Hülye kérdés volt. Induljunk. Vagy Johnny? Igen, jobban nem is lehetnék. Megkérdeznék egy-két dolgot a nevelőapádról. Egy barom. Egy kicsit bővebben. Apád ölte meg Dalirit? Igen, és én többször felhívtam, hogy figyelmeztessem. Esküszöm az Istenre! Igen, tisztában vagyunk vele. Csak semmi pánik, rendőrség. Miért ölte meg? Szóval megbízta Donaldot, hogy előbb végezzen a tolmásnővel, aki tudta, hogy a nevelőapám veszélyes csempészárút vásárolt az oroszoktól. És ezt én is megtudtam, mire ő szörnyű dühös lett, és mert azt hitte, hogy elmondtam dr. Dan Levy-nek. És emiatt Donald megölte őt és a feleségét, de úgy, mintha sorozatgyilkos tette volna. Ki segített neki? Egy alacsony fickó volt. Én... A déli kiejtése volt. Smith? Igen, a kormány embere. És ki ez a Smith? Hamarosan meg fogod tudni. Nővérek, kérem, vigyázzanak a fiúra, nem esett bántódása. Egy percre se hagyják egyedül. Hogyne, természetesen. Vigyázzunk rá, Johnny. Gyere szépen. Viszlát, Joe. Műzseg. Na csak, Jack! Milyen kellemes meglepetés, hogy... Jack! Tudod, a legtöbb államban az emberrablás még mindig büntetendő cselekmény. Akár hiszed, akár nem, mi is leszoktunk róla. Ha megkérnélek, mellőzd a melodrámát. Inkább beszélj. Például mivel üzletelt Devereux? Állíthatom, hogy fogalmam sincs, miről beszélsz. Igazán? A felébe, Jack! Teljesen megőrültél! Devereux megölt 4 ember. Tudni szeretném, miért? Rohadt pszichopata vagy! Fogalmam sincs, mit hordít össze! Hiszen maga zsarú! Mire vár? Segítsen! Oké. Csak piszok rosszul célzok! Ne szólj vele! Ez az én ügyem. Segíteni akartam! Rajta, csak végezz velem, te aljas rohadék! Sajnálom, de most se tudom, mi a fenét akarsz belőlem kihúzni! Kérlek, Jack! Kérlek, ne tedd igaz, hogy a múltban voltak nézeteltérések! A kurva életben! Mondtam már, én nem tudok semmit! Hát jó! Jack! Ne! A kezemet, ne! Szükségem van a kezemre! Szükségem van rá, tudod, Jack. Hogy megteszem! Ezen a ponton fogom! Jack! Jól van! Elég! A játszmának vége! Mennyire hiányzol, Jack? Tudod, a mai fiatalok könnyen feladják. Te is hiányzol nekem. És most beszélj. Devereux, vegyi fegyvereket csempészett át Oroszországból. Én voltam az összekötő embere. Az összes ügyletet az orosz maffia felügyeli. És most lennének olyan kedvesek, és hívnának nekem egy mentőt. És mit kezd a fegyverekkel? Holnap megkötik az üzletet. Valamelyik belvárosi szállodában.
szerb szabadságharcosoknak akarja eladni. Vagyis terroristáknak. Nézőpont kérdése. Egyik kutya, másik... Én nem kutyát mondtam, hanem terroristát. Ha a kormánynak dolgozik, miért maga volt Deverről összekötője? Miért? Csak is pénzért, fiam, hogy meggazdagodjak. Felvetted? Igen, felvettem. Na, csak egy igazi kém. Mit akarsz még? Hogy felejtsd el örökre, hogy valaha is léteztem, és hogy találkoztál vele. Kitöröltelek. Különben véged, remélem megértetted. Értem. Helyes. Uraim, hadd emlékeztessem önöket egy apróán fontos dologra. A mentőre. Csak az egyik lábadba lőttem. Biceg el a kórházig. Nos, kedves nézőink, úgy tűnik, hogy minden idők legesősebb tele hamarosan véget ér. Holnap napos száraz idő várható Kaliforniában. És az előrejelzések szerint ilyen marad időjárás. Ennél kellemesebb időt nem is kívánhatnánk. Igen? Deverről, egyik fegyvereket csempészette az Oroszországból. Az összes ügyletet az orosz maffia felügyeli. Ki maga? Nos, hogy tetszik seggfej? Tudom, hogy maga mindenkivel jobban van, a postástól az amerikai elnökig, de ha erre fény derül, úgy fogják kerülni, mint egy leprást. Erre mérget fel? Gólnyomozó. Maga nem adja fel könnyen. Meg kell hagyni. Nekem az kell, ami magánál van, magának pedig az, ami nálam. Miről van szó? Daneldről. Daneld a bérgyilkos, nem igaz? Folytassa. Őt akarom, nem magát. Szeretném, ha díszcsomagolásban átadná nekem a gyilkos fegyverrel együtt. Onnantól az én gondom. Megkapja a szalagot. Én tisztázom magam. Maga tiszta marad. És így mindenki boldog. Rendben. Holnap is találkozhatunk. A belvárosban lesz dolgom. Megtalál az Ovington Arms szállodában. D14-es lakosztály. 10 óra megfelel önnek? Miért kell ezt túl bonyolítani? Nem bonyolult. Számomra ez játék, semmi több. Az idős perzsa taktikusra emlékeztet, aki fiatal katonáinak hadistratégiát tanított. Ezt a játékot később csak néven ismerte meg a világ. Tehát halálra fárasztjuk őket. A fiatal harcosok mindig fejjel mentek a falnak. Az idős harcosok inkább vártak, míg az ellenfél felfedte taktikáját, majd sarokba szorították őket. Sun Tzu a harc művészete. Na jó, menjünk. Sun Tzu. Komolyan aggódom miattad. Háló. Daneld a bérgyilkos, igaz? Folytassa. Őt akarom, nem magát. Átadja nekem szép díszcsomagolásban a gyilkos fegyverrel együtt. Onnantól az én dolgom. Megkapja a szalagot. Így tisztázzuk a nevemet. A magáé tiszta marad. És mindenki boldog. Mit szól? Rendben. Nagyon rosszul áll a szénád, barátom. Sokáig gyorsan végzünk. Remélem, így lesz. Kopottos, nem elegáns.
Vagy mérkeztünk túl korán, vagy a vendéglátóink késnek. Mi a fene ütött beléd? Tudod te jól. Azt hitted csak, hogy feladhatsz Gólynak. Rossz lépés vagy, Puzi. Nem tudom, miről beszélsz. Innen nem jutsz ki élve. Ebben azt hiszem, tévedsz. Ez aztán Shakespeare-i helyzet. Lenni? Vagy nem lenni? Terj, most! Várj még egy kicsit. Azt sem tudjuk, hányan lehetnek oda bent. Azt akarod, várjunk, mi kinyírják egymást? Igen. Hisz tudod, az öreg harcosok türelmesek, míg a fiatalok inkább egymást kaszapolják, és így tudunk megöregedni. Ez a taktika. Örömmel tapasztalom, hogy egyszer figyeltél is arra, amit mondtam. Nem értem, miért nem hallgatok magamra. Mekkora hülye vagyok. Jobb lesz várni. Pisztolyokat eldobni, rendőrség! Mit csináltok a francba? Tegyek le tenni! Tegyek le azt a kurva pisztolyt! Tedd le a pisztolyt! Utoljára szólok! Törpike. Ott a sarkon. Akkor tűnés haza, de gyorsan. És mit magaddal Whoopi Goldberget is? Ezt az úristen. Leszámolás a Futrinka utcában. Mazsola is Dávé bosszúja. Már csak ez hiányzott. Nem szabad felnézni. Kapaszkodj erősen. Ez jó ötlet, öregem. Nekem eszembe se jutott volna. Készen állsz? Mégis mire? Erre. Ablak, Jack! Pisztolyodjon, vagy ennyire begerjedtél? Jézusom, szállj már le róla. Rendőrségi ügy. De már itt sem vagyok. Megyünk.
Le tudsz menni a lépcsőn egyedül? Igen, persze. Na jó van, én indulok. Na, megint rossz a lift. Mondták már magának, hogy mennyire fárasztó? Mindig ezt mondják. Többé nem kell ezt hallania. Mert elintézem magát, ahogy a volt feleségét is. Itt vagyunk. Ha reggel felébred, felkel és a tükörbe néz. Biztos boldog azzal, amit lát. Elégedett a látvánnyal. És ez engem zavar. Így saját felelősségemre cselekszem, amikor intézkedem afelől, hogy soha többé ne nézhessen tükörbe. Boldogan ébredtem. Boldogan alszom el. Mert te meghalsz. A legjobb ütés egy tető. Ha ennél többre nem vagy képes, akkor sajnos meg kell, hogy öljelek. Nézd, menne több szúsz! Gyere! Na, mi lesz már, szarházi? Most már nem fogsz boldogan ébredni. Alaposan helyben hagyták. Azt mondják, életben maradok. Bocsánat, kéréssel tartozom. El sem akarom hinni. De nem mondom ki. Csak tartozom vele. Kérem, mondja meg a feleségemnek, hogy jól vagyok. Meg lesz. Jobbulást, fiam. Hey, Jack! Most egy ideig felejtsük el egymást, jó? Megbántottalak? Csak annyi, hogy amióta a társam vagy, és együtt dolgozunk. Engem megvertek, felrobbantottak, lelőttek, kilöktek az ablakon, porig égették a lakásomat, nem maradt semmim. Mondhatni, hajléktalan lettem. Egyetlen jó dolog sem történt velem, amióta találkoztunk. A szarvas péniszpor akkor is bejött, sok minden jött Kárpótól. Kérlek, ne telefonálj! És ne hagyj üzenetet! Ne küldj faxot!
Ha meglátok az ablakpárkányomon egy postagalambot levéllel a lábán, lelövöm! És ne küldj virágot sem! Fejtsd el, hogy ismersz!